Negyedik fejezet. Ki kerülhet a mennybe? A szűk kapun menjetek be, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba, kárhozatba, veszedelembe vezet, és sokan járnak rajta, de az életre vezető ajtó szűk, az ösvény keskeny, és csak kevesen találják meg. Máté 7:13-14. Mi történik velünk, amikor meghalunk? Ki kerülhet a mennybe? Ezeken a kérdéseken minden ember elgondolkodik. A Biblia szerint az Új Szövetség kezdete óta két helyre tud kerülni az ember lelke, a szellemével együtt. Vagy felmegy a mennybe, vagy lemegy a föld alá, a Seolba. A fenti igéből láthatjuk, hogy nem kerül minden ember automatikusan a mennybe. Sőt, a helyzet az, hogy mivel minden ember vétkezett, Jézus nélkül valójában mindenki a kárhozatot érdemli. Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Róma 3:23. Bűnös állapotban egyikünk sem tud megállni a Szent Isten jelenlétében. Bűn nem kerülhet a mennybe. Semmit sem lehet oda bevinni, ami tisztátalan. Jelenések 21:27a. A bűn zsoldja a halál, a mennyben pedig nem lesz halál, csak élet, méghozzá örök élet. A bűn szolgálatáért járó bér, azaz a bűn zsoldja, a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet Urunkban, Krisztus Jézusban. Róma 6:23. Az életkönyve. Kinek a neve van benne az életkönyvében, és mi is az az életkönyve? A mennyben többféle könyv is van, amikbe különféle dolgokat jegyeznek fel. Dávid például azt mondja a Zsoltárokban, naponta figyelted, amint alaktalan testem formát öltött. Könyvedben minden része fel volt írva, és a napok is, mikor kiformáltad tagjaimat. Zsoltárok 139:16. Ezért is maradt fent az a mondás, hogy minden napunk meg van írva. A szavainkat és a tetteinket is feljegyzik az angyalok. Azután tanácskoztak azok, akik valóban tisztelik és félik az örökkévalót. Ő pedig figyelt és mindent hallott. Majd parancsolta, hogy mindent jegyezzenek fel egy könyvbe, azokról, akik félik az örökkévalót és tisztelik nevét. Malakiás 3:16. A végső nagy ítélet során ezeket a könyveket, amelyekbe feljegyezték rólunk a dolgokat, ki fogják majd nyitni, mint egy bírósági tárgyaláson, hogy bizonyítékként szolgáljanak. Akinek nem lesz benne a neve az életkönyvében, az a gyehennára fog kerülni, ezért rendkívül fontos, hogy a mi nevünk igenis benne legyen. Majd láttam, hogy a trón előtt álltak a halottak, nagyok és kicsik, azután könyveket nyitottak ki, és ítéletet hirdettek a halottak felett, mindenkinek a saját tettei alapján, amelyek a könyvekben voltak feljegyezve. Azután kinyitottak egy másik könyvet is, az életkönyvét. A tenger kiadta a benne levő halottakat, ugyanígy a halál és a hádész is kiadták a náluk levő halottakat. Minden egyes embert a tettei szerint ítéltek meg. Ezután a halált és a hádészt is bedobták a tűztóba. Ez a második halál, a tűztó. Ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, azt is a tűztóba vetették. Jelenések 20:12-15. A Bibliában kétféleképpen is említik az életkönyvét. Egyes bibliakutatók szerint a két utalás ugyanarra az egy könyvre vonatkozik, mások viszont azt gondolják, hogy két külön könyv létezik. Az egyik az az életkönyve, amelyben benne van a neve minden embernek, aki valaha is megszületett erre a földre. Van azonban egy másik, úgynevezett bárány életkönyve. Tehát az az életkönyve, amely a bárányé, Jézus Krisztusé. A bárány életkönyvében a megváltottak nevei vannak feljegyezve. A te neved benne van? Ha te is megváltott vagy, azaz elfogadtad Jézust személyes megváltódnak és uradnak, akkor a te neved is szerepel benne. A legfontosabb az életben, hogy mi magunk bizonyosan bekerüljünk a könyvbe. Az evangélium továbbadásával pedig próbáljunk minél több embert hozzásegíteni, hogy az ő nevük is benne legyen, amikor majd megállnak Isten trónja előtt.
Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Filippi 4.3. Ha az Úrral élsz, biztos lehetsz benne, hogy a te neved is ott van az életkönyvében, mert téged Isten a tenyerébe metszett, és az övé vagy. Gégény Éva, az enyém vagy. Szeretlek című album 4. dala. Íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Másik fordítás szerint tenyerembe véstem képedet, szüntelen szemem előtt tartalak. Ézsaiás 49.16. Hallottam egy történetet, ami nagyon megérintett. Egy híres énekesnőt meghívtak egy mennyegzőre énekelni. Nagyon gazdag emberek egy előkelő helyen pazar, luxus esküvőt szerveztek, és kérték, hogy minden meghívott jelezze vissza a részvételét. Az énekesnő annyira elfoglalt volt, hogy erről teljesen meg is feledkezett. Egyébként is, mivel az egész zenekarát meghívták, az énekesnő úgy gondolta, neki nem is kell külön visszajeleznie, végtére is ő lesz a fellépő. Az adott napon felvett egy gyönyörű ruhát, és a helyszínre sietett. Már a bejárat előtt smokingos felszolgálókkal találkozott, akik zamatos előételekkel és egzotikus italokkal kínálták. Látta, hogy bent a szépen megterített asztalokon garnélarák és füstölt lazac várja hívogatóan a vendégeket. Csodálatosan kifaragott jégszobrok álltak a falak mellett, a terembe pedig kivilágított üveglépcső vezetett, amely ragyogott. Amikor elindult az ifjú pár, a lépcső alján ollóval elvágták a dekoratív masnival átkötött szalagot, a vendégsereg pedig követte a fiatalokat. A bejáratnál állt egy ember díszes könyvvel a kezében, és mindenkitől azt kérdezte, megtudhatnám a becses nevét, kérem? Az énekesnő is mondta a nevét, de hiába, mert nem volt rajta a vendéglistán. A hölgy szabadkozni kezdett, de hát én vagyok az est fellépője, én fogok énekelni az esküvőn. Az úriember az alábbit válaszolta erre. Bárki is ön, és bármit is csinál, ha a neve nincs benne a könyvben, nem mehet be. Majd intett a kezével, hogy kísérjék ki a hölgyet. Az énekesnő szörnyen megalázva érezte magát, ahogy a parkolóban beült az autójába, és elhajtott. Ez csupán egy esküvő itt a földön. De mi lesz azzal a mennyegzővel, ami a mennyben vár ránk? Csak azok mehetnek be, akiknek a nevük beleszírva az életkönyvébe. Ehhez viszont vissza kell jelezni, reagálnunk kell az Úr meghívására. Mi ne legyünk annyira elfoglaltak, hogy épp erre ne legyen időnk, és emiatt kívül maradjunk. Az, hogy jót cselekszünk, mi vagyunk a fellépők, még nem garantálja a belépésünket, ha a nevünk nincs beírva. Nem számítanak a kifogások. Örökre kizárjuk magunkat onnan. Ha viszont igennel válaszolunk az Úr meghívására, hogy vegyünk részt a bárány mennyegzőjén, akkor az ajtó kitárul előttünk, és belépést kapunk a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb helyre, amiről valaha is álmodtunk. Gégény Éva, a bárány mennyegzője, megnyílt a menny című album 6. dala. Kinek törlik ki a nevét az életkönyvéből? Az első századi római és görög kultúrában a városok név szerint feljegyeztek és számon tartottak minden lakost, aki a város határain belül élt. Ha azonban valaki olyat tett, ami ellenkezett a törvényekkel, akkor az illetőt bíróság elé állították, és a bírák ítélete alapján elveszthette a polgárjogát is. Ilyenkor büntetésből kitagadták a városból, és egyúttal kitörölték a névjegyzékből is. Ha elfogadjuk Jézus áldozatát, akkor bekerülünk a bárány életkönyvébe. Megkapjuk a polgárjogot, felkerülünk a jegyzékbe. Viszont ha valaki ezek után mégis visszautasítja az egyszer már elfogadott ajándékot, akkor a nevét kitörlik a bárány életkönyvéből. Te ne így legyél, térj meg még most, amíg nem késő, és tarts ki mindvégig a hitben. Hidd el, megéri. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Jelenések 3.5. Aki azonban mindvégig álhatatosan kitart, megáll, megmarad, a végsőkig kitart, álhatatos marad, az üdvözül.
megmenekül, meg lesz mentve, meg lesz tartva. Máté 24:13. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem lehet csak úgy véletlenül kiesni az üdvösségből, amit már elfogadtunk Jézustól. A kikerüléshez a saját személyes döntésünkkel, ugyanúgy, ahogy azt is szabad akaratunkból választottuk, hogy elfogadjuk Jézus áldozatát. A Jézus Krisztusban hívők kerülnek a mennybe. Tudnunk kell, hogy egyedül Jézus Krisztus által van üdvösség. Ő a mi megváltásunk. Nincs senki másban üdvösség, egyedül csak Jézusban. Az ő neve az egyetlen a világon, amely által az emberek üdvösségre juthatnak. Abcsel 4:12. Amikor az emberek meghalnak és a mennybe vagy a Seolba kerülnek, az még nem az ítélet. Csupán a következő lépés, mert egyébként már itt a földön, vagy a mennyhez, vagy a pokolhoz tartoznak. Ha meg vagyunk váltva, már most a mennyhez tartozunk, és nem azért jutunk a mennybe, mert az ítélet majd eldönti, hogy a mennybe megyünk-e vagy sem. Méghozzá azért, mert itt és most már van bennünk egy újjászületett ember. Krisztusban vagyunk elrejtve, így a belső emberünk túléli a halálunkat. Krisztusban vagyunk, és oda megyünk, ahová tartozunk. Benne születtünk újjá. Benne oda vagyunk ültetve mennyei helyekre. Krisztusban meg vannak bocsátva a bűneink a megváltás miatt. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. 1 János 5:12. Az újjászületett ember túléli a test halálát. Ez pedig nem a halálunkkor dől el, hanem akkor, amikor halljuk az evangéliumot és befogadjuk. Ha az emberek tanúskodását elfogadjuk, mennyivel hitelesebb Isten tanúsága, mert Isten maga tanúskodott a fia mellett, és aki hisz az Isten fiában, elfogadja ezt a tanúságtételt. Aki viszont nem hisz, az egyúttal azt állítja, hogy Isten hazudik. Miért? Mert nem fogadta el Isten tanúságtételét, amellyel ő a fia mellett tanúskodott. Ez a tanúságtétel pedig így szól. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Isten fiában van. Ebből következik, hogy akiben él a fiú, annak örök élete van. Akiben viszont nem él az Isten fia, annak nincs örök élete. Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne, nektek már most örök életetek van. 1 János 5, 9-13. A Szentírás világosan kifejti, hogy azok kerülhetnek a mennybe, akik hisznek Jézus Krisztusban, és benne élnek. Ők kikerülnek Isten eljövendő haragja alól. Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a fiúban, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a fiú közreműködésével megmenekülhessenek. Aki hisz a fiúban, azt nem fogják elítélni, de aki nem hisz benne, az már is elmarasztaló ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet pedig ez, a világosság eljött az emberek közé, de ők jobban szerették a sötétséget, mert gonosz dolgokat tettek. Ugyanis akik gonosz dolgokat tesznek, azok mind gyűlölik a világosságot, és nem jönnek ki a világosságra, nehogy a tettei gonossága lelepleződjön. Aki viszont az igazságot követi, és azt teszi, ami helyes, az kijön a világosságra, hogy nyilvánvaló legyen, ezeket a dolgokat Isten tetszése szerint, és Isten által tette. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a fiúnak, az sohasem látja meg az örök életet, hanem Isten haragja alatt marad. János 3, 16-21-es versig és a 36-os vers. A Biblia szerint egyetlen út vezet az Atyához, azaz a mennybe, és ez az út Jézus Krisztus maga. Ő a mi reményünk. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Atyához csak is rajtam keresztül lehet eljutni. János 14:6. Ez a titok pedig az, hogy Krisztus bennetek lakozik. Ő a mi dicsőséges reménységünk. Kolossé 1:27b.
Aki tehát elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és urának, és hisz benne, a mennybe kerül. Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert belül a szívünkben jön létre az a hitbeli meggyőződés, amely Isten számára elfogadhatóvá tesz bennünket, és ha a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk, akkor üdvözülünk. Róma 10:9-10. Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözülni fog, de aki nem hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. Márk 16:16. Nem helyes azt gondolni, hogy mindenki automatikusan a mennybe jut. A temetéseken a legtöbben úgy hiszik, hogy bárki is halt meg, csak is a mennyben lehet. Holott a Biblia világosan beszél a pokorról is, mint valóságos helyről. Nehogy meglepetés érjen majd ott, ha ezt most olvasod vagy hallgatod, akkor már nem hivatkozhatsz arra, hogy még soha nem hallottad. Akik megcselekedték az Atya akaratát, azokat megismeri és beengedi majd Jézus. Ez a megismerés szó jelentheti a felismerést, tudom róla, hogy kicsoda, de utalhat arra a fajta megismerése is, ahogy Ádám ismerte az ő feleségét és gyermekük született. 1 Mózes 4:1. Más szóval azok mehetnek be, akik Jézussal bensőséges kapcsolatban egyé váltak. Nem mindenki fog bemenni Isten királyságába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az megy be, aki megteszi, amit mennyei atyám akar. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztük ki a gonosz szellemeket, nem a te nevedben tettünk sok csodát. Akkor világosan megmondom nekik, semmi közötök hozzám, sohasem ismertelek titeket. Menjetek előlem, ti törvényszegők. Máté 7:21-23. Ha eddig nem tetted, még nem késő. Most ebben a pillanatban fogadd el Jézust, személyes megváltódnak és uradnak. Egyszerűen a saját szavaiddal hívd be a szívedbe őt, aki tártkarokkal vár és elfogad téged. Jézus a szíved ajtaján kopogtat. Ezt az ajtót viszont egyedül csak te nyithatod ki, senki más. Nézd, itt állok az ajtód előtt és kopogtatok. Aki meghallja a hangomat és beenged, ahhoz bemegyek és együtt vacsorázom vele. Jelenések 3:20. Ítélet a halál után. Ahogyan el van rendelve, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia, azután pedig mindenki ítéletre kerül. Zsidó 9:27. Mindnyájan meg leszünk ítélve az alapján, hogy hittünk-e Jézusban. Ez dönti el, hogy a mennybe kerülünk-e vagy sem. Ezt azonban ítéletnek nevezni sem igazán lehet, mert akik Jézusban hisznek, csupán átlépnek az egyik valóságból a másikba, és az Úrral lesznek továbbra is. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. János 5:24. Aki viszont nem hitt Isten fiában, az a jelenlegi Seolba kerül. Örökké él, de valójában nincs élete, mivel az élet Krisztus. Aki hisz a fiúban, azt nem fogják elítélni, tehát nem jut ítéletre. De aki nem hisz benne, az már is elmarasztaló ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. János 3:18. Az az ítélet, ami közvetlenül a halálunk után következik, nem a cselekedeteinkről szól, hanem hogy hittünk-e vagy sem. Lesz majd egy ítélet a tetteink alapján is, de annak nincs köze az üdvösségünkhöz. Nem a jó cselekedeteink által kerülünk a mennybe. Nem a mi érdemünk, hogy üdvösségre jutottunk. Egyedül Isten kegyelme, hogy Jézus halála és feltámadása által lehetővé vált számunkra az üdvözülés, és nekünk csak hittel el kell fogadnunk. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Efézus 2:8-9. A 8-as versben láthatjuk, hogy az üdvösség Isten ajándéka. Egy ajándékért nem lehet fizetni, nem tudjuk kiérdemelni. Nem az emberi erőlködésünkön, erőfeszítéseinken múlik. Isten irántunk való szeretete, hogy elküldte értünk a fiát.
Ha Jézust szívből elfogadjuk, akkor megváltást nyerünk. Amikor azonban megmentő Istenünk jósága és irántunk való szeretete megjelent, akkor minket is megmentett. De nem azok miatt, amiket mi tettünk, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk, hanem mert megkönnyörült rajtunk. Megmentett bennünket az újjászületés fürdője által, és megújított Szent Szellem segítségével. Titus 3, 4-5. El lehet veszíteni az üdvösséget? Elveszíteni úgy, mint egy tárgyat vagy dolgot nem lehet, de le lehet róla mondani, épp úgy, mint egy örökségről. Igénybe veheted, ha örököltél valamit, vagy tudatosan le is mondhatsz az örökségedről, és akkor nem élvezed a belőle származó áldásokat. Ha úgy döntesz, hogy nem élsz azzal az óriási ajándékkal, amit Jézus Krisztus a kereszten értettett, visszautasíthatod az ingyen kegyelmet. A döntés egyedül a tied. Isten a maga részéről már mindent megtett, és te szabadon választhatod, vagy akár el is utasíthatod őt. Ez a szabad akarat lényege. Válaszd azért őt, hogy élhess. Dönts úgy, ahogy Józsué. Ezután Józsué szólt a néphez. Most hát tiszteljétek, és féljétek az örökkévalót. Szolgáljátok, és imádjátok őt hűségesen és szívvel, lélekkel. Dobjátok el magatoktól azokat az isteneket, akiket őseitek imádtak még az Eufráteszen túl, vagy Egyiptomban. Egyedül csak az örökkévalót szolgáljátok. Ha pedig nem akarjátok az örökkévalót szolgálni, akkor döntsétek el még ma, hogy kit fogtok szolgálni. Választhatjátok őseitek isteneit, akiket ők szolgáltak a folyón túl, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és a családom az örökkévalót fogjuk szolgálni. Józsué 24, 14-15. Képzeld el, hogy karácsony van. Az apuka vagy anyuka szépen becsomagolja az ajándékot a gyermekének, és oda teszi a karácsonyfa alá. Ha a gyermek nem bontja ki az ajándékcsomagot, akkor hiába kapta meg. A benne lévő ajándék nem okoz örömet neki, nem lesz a hasznára. Vagy képzeld el, hogy egy fiú megkéri egy lány kezét. Amíg a lány nem dönt úgy, hogy szabad akaratából igent mond a szerelmes udvarlójának, addig nem jön létre közöttük a házassági szövetség. Mindkét félnek akarnia kell. Jól tudjuk, hogy az Úr a maga részéről a saját vérét adta azért, hogy megtörténhessen a szövetség, annyira szeretett minket. Onnantól kezdve viszont már csak rajtunk áll, hogy igent mondunk, vagy sem. Ő soha nem fog minket kényszeríteni. Ugyanakkor sokan egész életükön át bizonygatják maguknak, Istennek vagy másoknak, hogy tényleg üdvösségük van, illetve hogy már elég jók ahhoz, hogy megőrizhessék az üdvösséget. Sokan attól félnek, hogy egy helytelen cselekedettel elvesztik azt a drága belépőjegyüket a mennyországba, amit Jézus már kifizetett helyettük. Ezért bármikor váratlanul a pokolban találhatják magukat, például egy baleset során. Ha küzdesz ezzel, hadd mondjam el neked, nem kell újra és újra elmondanod a megtérő kimáját, csak azért, mert nem érzed magad közel Istenhez. Az üdvösség Isten cselekedeteitől független ajándéka, amit már akkor elkészített neked, amikor még nem is akartad őt. Nem az érzéseken alapszik, hanem azon az igazságon, amit a Szentírásban közölt velünk az Úr. Ha Jézusban vagy, senki ki nem ragadhat téged az ő kezeiből. Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket a kezemből. János 10:28. Biztosak lehetünk az üdvösségünk felől? Teljes mértékben. Ha Jézusban hiszünk, és elfogadtuk őt megváltónknak az életünkben, tudnunk kell 100%-os meggyőződéssel, hogy a mennybe tartunk. Egy pillanatra sem kételkedhetsz az üdvösségedben, mert akkor az ellenség a kétségeiden keresztül próbál majd gyötörni. Bizonytalanságban és félelemben akar tartani, hogy vajon a mennybe kerülsz-e vagy sem. Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne, nektek már most örök életetek van. 1 János 5:13. A mennyben nem a saját cselekedeteid miatt kerülsz, hanem azért, mert elfogadtad Jézus megváltását, és hiszel benne. A tetteink szerinti ítélet
nem az üdvösségünkkel kapcsolatos. Ha az Úré vagy, légy teljesen meggyőződve arról, hogy a mennybe tartasz. Ha a szívedben van egy vágy Isten felé, hogy vele akarsz élni, akkor biztos lehetsz abban, hogy a kegyelem, ami megmentett téged, meg is fog tartani. Senki el nem szakíthat tőle. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Róma 8:38b-39. Számít-e a mennybejutásnál az anyagi helyzetünk? A Bibliában azt látjuk, hogy amilyen nincstelenül jöttünk a világra, pont úgy fogunk eltávozni is. Gondold meg, amikor világra jöttünk, semmit sem hoztunk magunkkal. Világos, hogy el sem vihetünk semmit, amikor meghalunk. 1 Timóteus 6:7. Amikor meghalunk, már teljesen mindegy lesz, hogy milyen kultúrából, háttérből, anyagi helyzetből, státuszból jövünk. Ezt fogalmaztam meg a Hiszek Jézusban című dalomban is. Gégé Nyéva, Hiszek Jézusban, Megnyílt a menny című album 3. dala. A földön lehetek gazdag vagy szegény, de mit sem számít majd, mikor életem végéhez ér. Akkor már nem kérdik, honnan jöttem, van-e pénzem, milyen a bőrszínem, beszélek-e más nyelven. Legyen nő vagy férfi, sovány vagy kövér, csúnya vagy éppen szép. Mindenki megáll majd Isten trónja előtt, egyenlő kép. Legyen gazdag vagy szegény, fekete vagy fehér, idős vagy gyermek még. Mindenki megáll majd Isten trónja előtt, egyenlő kép. A gyerekek automatikusan a mennybe kerülnek? Igazán mondom nektek, meg kell változzon a gondolkodásotok, hogy olyanok legyetek, mint egy gyermek, különben semmiképpen sem mehettek be Isten királyságába. Máté 18:3. Ha olyanok nem leszünk, mint a gyerekek, semmiképpen nem mehetünk be Isten királyságába. Megfordítva a gondolatot, bemehetünk a menny királyságába, ha olyanok leszünk, mint a kicsinyek. Ebből kiindulva arra következtethetünk, hogy a gyerekek, akik még rendelkeznek a hittel teli ártatlan gondolkodással, automatikusan bejutnak a mennyek országába. A kicsinyek, akik a földön még nem voltak képesek önálló döntésre, a mennyben újabb lehetőséget kapnak. A tudatlanság idejét elnézi az Úr. Abcsel 17:30. Egy mennyei beszámolóban például az illető látta, hogy a gyerekeknek levetítették Jézus egész földi életét, a születésétől a feltámadásáig. Majd az atya az ölébe ültette őket, és egyenként megkérdezte tőlük, hogy ezek után elfogadják-e Jézust személyes megváltójuknak. Valószínűleg nincs olyan, aki közülük erre nemet mondott volna, hiszen egyszerre rendültek meg, amikor végignézték Jézus halálát, ugyanakkor hatalmas örömkiáltásokkal illették a feltámadását. Jézus azt mondta, hogy engedjék hozzá a gyerekeket, mert az övék és a hozzájuk hasonló gyermeki hitű embereké Isten királysága. Jézus azonban ezt mondta, ne zavarjátok el, ne tiltsátok el őket, engedjétek a gyerekeket hozzám jönni, hiszen ilyeneké Isten királysága, olyanoké, akik hozzájuk hasonlítanak. Máté 19:14. A Bibliában nincs szó arról, hogy hány éves korig érvényes ez az automatikus lehetőség, és mikortól szűnik meg. Ennek talán az az oka, hogy a gyerekek is különbözőek, és egyénileg változó, hogy ki mikor képes felfogni a megváltás üzenetét. Amikor viszont már szabad akaratából képes dönteni valaki, akkor kiskorú létére is el kell döntenie, hogy Jézust választja-e vagy sem. Vannak persze olyan emberek is, akik a testi fejlettségüket tekintve felnőttnek számítanak, de agyi vagy érzelmi sérülés miatt fejletlenebb szinten maradtak. Ők a mennybejutás szempontjából gyermeknek számítanak. Mi a helyzet az abortusz és a vetélés során meghalt gyerekekkel? Nos, először is tudnunk kell, hogy az anyamében megfogant kisbaba nem csupán egy sejthalmaz, hanem egy emberi lény, már fogantatásától fogva egy személy. Örökkévaló, te alkottad testem, anyám méhében kezed formált engem.
Zsoltárok 139.13. Épp ezért, akik abortuszra mennek, gyilkosságot követnek el. Ha már megtörtént és megbántad, kérd Isten bocsánatát, és térj meg ebből a bűnből. Ha épp most vagy abban az állapotban, hogy várandós lettél, de nem tudod, hogyan is fogod felnevelni a gyermekedet, az abortusznak még a gondolatát is vesd el magadtól. Ne félj megtartani a gyermeked, mert Isten gondoskodni fog róla. Bízz az Úrban ebben az élethelyzetben is. Ő tud segítséget küldeni neked, ha pedig arra van szükség, ki tudja rendelni a gyermekednek a megfelelő, örökbefogadó szülőket, akik szeretetben nevelik majd fel. Ha pedig a múltban megtörtént eseményről van szó, akkor biztos lehetsz benne, hogy akár az abortusz, akár a vetélés formájában elveszített baba azonnal a mennybe került. Így bátran nevezd el, mert a mennyben onnantól fogva azon a néven fogják őt hívni. A legjobb, ha adsz egy fiú és egy lány nevet is neki, mert nem feltétlenül tudod, hogy milyen nemű lett volna. A mennyben újra találkoztok majd. Az a gyermek a mennyben nem haragszik rád. Nincsenek benne fenntartások feléd, csak szeretet. Mit jelent, hogy a hitetlen megszentelődik a hívő társában? A hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, és a hitetlen feleség meg van szentelve hívő férje által. Ha nem így lenne, akkor közös gyermekeik nem tartoznának Isten népéhez, így azonban ezek a gyerekek is szentek. 1 Korintus 7.14. Mit jelent a megszentelődés? Elválasztottnak lenni az Úr számára. Ha egy családtag elfogadta Jézust személyes megváltójának és urának, Krisztus benne él. Általa pedig Jézus ott lakik az otthonában is. Így olyan, mintha a teljes család az Úr kegyelme alá kerülne, mint amikor egy esernyő borul fölénk az esőben. Esélyt kap az egész család, hogy a jó utat válassza. Viszont ez önmagában még nem fogja felmenteni őket a Jézus mellett való döntés felelőssége alól. Ez a megszentelődés nem azt jelenti, hogy a hitetlen családtagok automatikusan a mennybe kerülnek, és megszabadulnak az örök kárhozattól az ítélet után. Az írás egyértelműen mondja, hogy mindenkinek egyenként meg kell állnia Isten trónja előtt, és számot kell adnia az élete felől. Teljesen mindegy, hogy hívő volt-e a társa, neki ugyanúgy el kell számolnia minden tettével. Tehát mindenki csak saját magáról fog számot adni Istennek. Róma 14.12. Az elragadtatás kapcsán is azt mondja az írás, hogy az egyik felvétetik, a másik itt marad. Ugyanígy lesz abban az időben is, amikor az ember fia eljön. Akkor két férfi közül, akik a mezőn dolgoznak, az egyiket felviszik, a másik ott marad. Hasonlóképpen két asszony közül, akik a kézimalommal őrölnek, az egyiket felviszik, a másik ott marad. Ezért állandóan legyetek készen, mert nem tudjátok, melyik napon jön el uratok. Máté 24.39b-42. Mi a helyzet azokkal, akik úgy haltak meg, hogy nem hallottak Jézusról? Akik nem hallottak soha Jézusról, és nem volt lehetőségük őt elfogadni, a holtak hazájában várakoznak a végső ítéletig. Az ő ítéletük nem a hitük alapján fog történni, hiszen ha soha nem hallották az evangéliumot, nem is tudtak hitre jutni. Az ő esetükben a Biblia a lelkiismeret törvényéről beszél. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, a törvény ismeretében, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény, tehát a törvény alapján ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvény hallgatója, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, mert Isten csak azokat tekinti elfogadhatónak, akik meg is teszik, amit a törvény követel. A törvény megtartói fognak megigazítatni. Az Izraelen kívüli nemzetek, azaz pogányok, bár nem ismerik a törvényt, ösztönösen, azaz természetes eszük szerint mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így bár törvényük nincs, vagy törvényen kívüliek, ők maguk lesznek törvényé saját maguk számára, önmaguknak szabnak törvényt. Életük mutatja, vagy bizonyítja, hogy a törvény követelései vagy cselekedete a szívükbe vannak írva, ezért tudják, hogy mi a helyes és mi a rossz. Erről tanúskodik
a lelki ismeretük is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van, azaz vádló gondolataik vannak. Máskor viszont úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek, tehát védő gondolataik vannak. Azonban még az emberek titkos gondolata is nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, azaz megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, amikor Isten ítélni fog Jézus Krisztus által. Ez is része az örömüzenetnek, vagy evangéliumnak, amelyet én hirdetek. Róma 2:12-16. Az emberben ösztönösen benne van a törvény a lelki ismerete által, például, hogy ember nem öl egy másik embert. Van bennünk egy erkölcsi gátlás, hogy ne tegyük meg. Ezt pedig a bennünk lévő lelki ismeret okozza, vagyis a jó és a rossz tudása. A törvény cselekedete a szívünkbe van írva, az ige szerint. Minden ember meg lesz ítélve a cselekedetei szerint, azok is, akikhez soha nem jutott el az evangélium jó híre. Sajnos az is igaz, hogy a lelkiismeret hangját is el lehet hallgattatni, ezért szülőként, nevelőként, embertársként óriási a felelősségünk, hogy mire tanítjuk a gyerekeket, milyen hatásoknak tesszük ki őket, hogy nőnek fel. A jó hír az, hogy Isten igaz ítélő bíró, ő minden tudás birtokában ítél. Meg tudjuk mondani, hogy ki hová kerül a halála után? Azért ne mondjatok ítéletet senkiről, tehát egyáltalán ne ítéljetek idő előtt, vagyis mielőtt az Úr eljön. Várjátok meg őt, majd ő derít fényt arra, amit ma még a sötétség takar el a szemünk elől, tehát a sötétség titkait. Napvilágra hozza még a szív legrejtettebb szándékait is. Akkor majd Istentől kapja meg mindenki az őt megillető dicséretet. 1 Korintus 4:5. Tilos más emberek örök életével kapcsolatban és egyéb dolgai kapcsán ítélkeznünk. Nem az lesz bajban, akit megítélsz, hanem te, aki ítélkezel. Ha megfenyegeted a testvéred, hogy a pokolra fog jutni, akkor ezzel bizonyosan nem segíted őt, hanem csak megijeszted. Mennyivel jobb lenne dicsérni, emelni, segíteni egymást, hogy együtt tudjuk megfutni az előttünk álló pályát a mennyig. Krisztus meghalt minden egyes emberért. Az Atya a legdrágábbat, a legértékesebbet adta oda értünk, még bűnös állapotunkban, hogy megmentsen bennünket, csak hogy visszavásárolhasson minket, és az ő tulajdonaivá válhassunk. Nagyon drága árat fizetett azért, hogy Jézus kínszenvedései által megváltást szerezhessen nekünk. És csak azért, mert esetleg valaki nem úgy viselkedik, mint ahogy mi megszoktuk, vagy szeretnénk, vagy nem úgy öltözködik, elküldjük őt a pokolba. Miért írja Pál apostol, hogy addig ne ítéljünk, amíg el nem jön az Úr? Mert amikor már eljön az Úr, akkor nem is kell megítélnünk senkit és semmit, hiszen minden nap világra kerül, és mindenkit a saját szavai és tettei ítélnek el. Az igevers utolsó mondata arról szól, hogy mindnyájan Istentől fogjuk megkapni a dicséretet. Már ezért is egyedül csak Istennek akarjunk tetszeni, mert tőle fogunk dicséretet kapni. Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Isten mindenét odaadta, hogy bennünket megváltson. Nem mond le rólunk. Jézus nem azért halt kínhalált a kereszten, nem azért hozott ilyen óriási áldozatot értünk, hogy a legkisebb hibánkért is lesújtson ránk. Nem igaz, hogy bármilyen dologért azonnal a pokolra kárhoztat bennünket. Ő szeret. Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értünk, hogy aki hisz a fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a fiú közreműködésével megmenekülhessenek. János 3:16-17. Bárcsak mindenki felismerni és elfogadná, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse. Ez a mondás kétségtelenül igaz. A bűnösök között pedig én vagyok a legbűnösebb, de Krisztus Jézus éppen azért könyörült meg rajtam a legnagyobb bűnösön, hogy így mutassa meg mindenkinek, milyen határtalan nagy a türelme. Azt akarta, hogy példa legyek azok számára, akik majd utánam fognak Jézusban hinni, és így eljutnak az örök életre. 1 Timóteus 1,
15:16. Isten ugyanis azt akarja, hogy mindenki üdvösségre jusson, és megismerje az igazságot. Csak egyetlen Isten van, és csak egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Az emberré lett Krisztus Jézus. Igen, Jézus áldozatul adta magát, hogy kifizesse a váltságdíjat minden emberért, és tanúskodott Istenről a maga idejében. 1 Timóteus 2, 4-6. Jézus nemhogy nem kárhoztat bennünket, hanem kész volt a saját életét is feláldozni értünk. Ő azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön az utolsó emberig. A meglévő 99 mellé vissza akarja hozni azt az egyet is, aki elveszett. Gégény Éva, Nincs nagyobb szeretet, az Ő él című album 8. dala. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, és az egyik elkóborol, vajon nem hagyja-e ott a legelőn a 99-et, hogy megkeresse azt az egyet? Igazán mondom nektek, mikor megtalálja, jobban örül annak az egynek, mint a többi 99-nek, amely nem tévedt el. Ugyanígy mennyei atyátok sem akarja, hogy akár egy is elveszene a gyermekek közül. Máté 18, 12-14. A mennybe nem juthatunk Jézus Krisztus személye nélkül. Jézus és a menny együttesen a csomag részei. Amikor elmész egy all-inclusive nyaralásra, kifizetett pénzért jogosan elvárod, hogy mindent megkapja, ami a csomagba tartozik. A repülőutat, a szállodát, az étkezést, stb. Ugyanígy, ha a menny csomagját választod, abban Jézus is benne foglaltatik. Csak is vele együtt érvényes. Mi ő benne vagyunk elrejtve. Meghaltunk a bűnös életünknek, hogy vele és benne élhessünk. Kolossé 3, 3-4. Ő pedig nem mond le rólunk soha. Ha hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. 2 Timóteus 2, 13.